7 érmet szerzett a csapat az első döntős napon, úgyhogy tulajdonképpen amit kívánt, az a része megvalósult. Nem szeretett volna esőt, inkább éremesőt erre a napra. Az aranyérmekkel kezdjük. Azt is kiemelte, hogy azért Csipes Tamaránál és Kozák Danutánál tényleg fontos lesz, hogy minden rendben legyen, mert lám még egy esélyes párosnak is lehet nehéz a döntő. Ez nehéz volt, mennyire izgult? Hát a utolsó százon már elkezdtem izgulni, mert egyébként 200-nál elengedtem, hogy simán megnyerik. De mint kiderült, a hideg víz miatt ugye egy kicsit visszavettek, hogy a végére maradjon, és úgy elkötött az alkarjuk, hogy ha rátettek volna, akkor lehet, hogy kiesik a kezükből a lapát. Hát erre föl kell készülni, és szerencsére így is hozták ezt a... Ha nem lent volna ez, én gondolom, hogyha mennek tovább, akkor ez egy sima győzelem lett volna, de hát ezért van a verseny, hogy izguljunk. A másik aranyérmet pedig Gazsó Ajda Dóra szerezte. Ugyan nem olimpiai számban, de itt egy 21 éves versenyzőről beszélünk, aki óriási fölénnyel nyert. Ez a fölény egyébként meglepte kapitány urat is? Nem, igazából nem. Tehát a Dorka egész évben, ugye egy válogatott leszámítva, ahol minimálisan hibázott, azt nem mondanám, hogy nem ment jól, de jól ment. Ott is csak tudjuk, hogy a női szakákban vannak nagyon erős versenyzők, mind az U23 EB-n, mind a VB-n, mind a bajnokságon nagyon remekül teljesített, ugye megnyerte ebbe a számba az EB-t is, tehát így kerek a történet, és azt gondolom, hogy ez a fölény is részéről teljesen természetes. Az ezüstérmeknél ki kell emelnünk Luczana teljesítményét, aki párosban és egyesben is tudott ezüstérmet szerezni. Ez pályafutása legjobb szereplése, és említette korábban ön is, hogy fontos lenne, hogy ő tudjon szintet lépni, hogy elhiggye magáról, hogy ő egy jó versenyző. Most akkor hol tarthat? Hát azt gondolom, hogy ez a ennek alapján benne lehet az, hogy ő egy nagy versenyző legyen. Bár ezt a számot levették az olimpiáról, de remélhetőleg a ügymenetek folyamán majd visszakerülhet, mert ugye azt gondolom, hogy ez az ő távja, mint ahogy láttuk a 200 párosba is. Nagyon jó verseny volt, voltak itt olimpiai döntősök, itt volt az olimpiai bronzérmes, itt volt az olimpiai negyedik, tehát ezeket legyőzte, ezeket a versenyzőket, és ez egy nagy önbizalmat adhat neki. Kopasz Bálint döntője megint mit mutatott meg a király kategóriából, hiszen láthattuk, hogy a legnagyobb ellenféllel volt megint egy kiki csata, most Bálint lett a második. Hát ebből tanulni kell abszolút, azt gondolom, hogy az, hogy Bálint most itt kikapott, az annak köszönhető, hogy tegnap ment két olyan 500 párost, ami ugye pont arra kellett volna, hogy kipihenje az előző napi futamokat, és ugye Pimenta csak ezt az egy számot mente. Ez ugye látszott most a négyesbe is, hogy egy ilyen 1001-es után nem lehet egy-másfél órán belül még egy sprint számot is menni. Tehát ezt egy nap alatt férfi kajakban irreális, hogy megcsinálja valaki, még akkor is, ha az Kopasz Bálint. Neki kellett volna a tegnap délutáni pihenő, az a középfutam nem kellett volna. Azt gondolom, ez a 6 tized ebbe benne volt. És mindez nyomhatta rá most a bélyegét a négyes teljesítményére, és tudom, még nem tudott beszélni a versenyzőkkel, de mit látott? Azt láttam, hogy az előfutam alapján, ugye ahol a cseh hajót, aki most itt harmadik lett, annyival vertük, hogy szerintem az ezüst meg lehetett volna, mert ugye az ukránok ott is jobb időt eveztek 17 századdal egyébként nálunk, de szerintem most vagy második, vagy harmadik helyen be tudtak volna, ha ez az egység most friss. Akkor itt csak a frissesség, vagy mi lehetett még mi hiányzott? Hát egyértelműen látszott, hogy Bálint azért 1001-esbe olyat ment, ami teljes mértékben lepadlózta magát, tehát ő kihozott magából mindent, ugye Pimenta most egy kicsit jobb volt, de ebből nem lehet főleg sprint számban, főleg négyesben ennyi idő alatt regenerálódni. A bronzérmesekről még nem beszélgettünk, és ott ki kell emelnünk Adolf Balázs teljesítményét, mert említette kapitány úr is, hogy titkos vágy, hogy ő talán már akár egy érmet is el tud hozni élete első felnőtt világbajnoki döntőjében. Milyen volt ez a döntő? Hát azt gondolom, hogy ez a nap fénypontja mindannyiunk számára, tehát az egész válogatott számára, és már pedig azért, mert ugye említettem tegnap, hogyha abból a három emberből, akit említettem, ugye a kubai srác, a Konrad Schneiber, a Fuchsa és a Tarnowskiből valakit megver, akkor érmes lehet. Hát kettőt is megvert egyébként ezek közül. Oda került a dobogóra, ami szerintem, ahogy ő mondta, reszessen Párizs. És még egy bronzérem jött Kulifai Tamáséktól. 1000 méteren, ami most már nem olimpiai táv, de ehhez képest egy óriási versenyt láthattunk.
Igen, ez egy kiki meccs volt, azt gondolom, hogy a németek és ők mentek a 500 méterig, akkor előkerült a dán és a svéd egység, aki később megnyerte, de végig egy fél hajón belül volt ez a négy egység a mezőnybe, és a végén még beköszönt egy fehér orosz egység is. Ez egy tényleg egy késhegyig menő, nagyon-nagyon jó verseny volt. Szerencsére egy bronzérmen be tudtak jönni, ami nagyon kellett ennek a szakágnak, illetve Bálintéknak is a kimaradt olimpia miatt. 10 érmet remélt így a VB előtt, most már 7 a zsákban van. Ez jó alap, mondhatjuk? Azt gondolom, hogy jó alap, bár nagyon számítottam, hogy kincsőjék érmesek lesznek, amit szerintem biztos vagyok benne, hogy meg is csináltak volna. Itt 100 méternél így elment valami, véget a hajójuk, nem is tudják megmagyarázni, valószínűleg, hogy Moulin dobta meg őket. Mikor már följöttek a második helyre, onnan nem tudtak visszajönni, és ugye sajnos a kubai egység egy 700-addal legyőzte őket a dobogóért folytatott csatába, de hát nagyon sajnálom, mert se ez a verseny, se az olimpia nem úgy sikerült, ahogy nekik ugye. Azt gondolom, hogy bele kellett volna, hogy férjen, de sajnálom. De a 7 érem azt gondolom, hogy most jó. Gratulálok, köszönöm.